Nyíregyházán ebben a Calvin tér négy szám alatt található patinás épületben kezdődhet el szeptembertől a Matthias Corvinus kollégium tehetséggondozó képzése. Orbán Balázs, az MCC kuratórium elnöke elmondta, a megvásárlást követően az épület korábbi funkcióit részben fenntartják, részben átalakítják. Az MCC egy 25 éve létező tehetséggondozó intézmény, tíz éves kortól az egyetem végéig, sőt azon túl is nyújt ingyenes képzéseket a legtehetségesebb magyar fiatalok számára. Az MCC az ott kezdődik, ahol a közoktatás és a felsőoktatás véget ér, tehát nem konkurenciája, hanem kiegészítője vagyunk a közoktatásnak és a felsőoktatásnak. Orbán Balázs elmondta, az MCC-nek jelenleg Magyarországon 14 Kárpát-medence szerte pedig összesen 23 helyszínen érhetők el a képzései, amelyeknek több mint 5000 hallgatója van, de a végső cél 10.000 diák bevonása. Miként a többi városban, úgy Nyíregyházán is a legtehetségesebb, Legnagyobb ambícióval rendelkező diákokat szeretnék támogatni speciális képzésekkel, ösztöndíj lehetőségekkel, valamint külföldi vendégoktatókkal. Kovács Ferenc polgármester hangsúlyozta: Nyíregyházán jelenleg is közel 60 oktatási intézmény van. Az önkormányzat tavaly elnyerte a tehetségbarát önkormányzat címet, így az MCC számára minden feltétel adott lesz a sikeres működéshez. Szabó Tünde a fiatalok támogatásának fontosságára mutatott rá. Ez az épület, amiben vagyunk, látható, hogy a belvárosban van, egy közösségi teret is fog nyújtani számukra, és nem csak oktatás, hanem tényleg szellemileg is fogjuk tudni őket segíteni, ahhoz, hogy a jövőjüket tudják ők is saját maguk irányítani. Vargáné Bosnyák Ildikó, az MCC Nyíregyházi Intézményének vezetője beszédében kiemelte. A diákok számára tartott szakmai képzéseken túl a felnőtteket is várják majd különböző vitaestekre, beszélgetésekre, könyvbemutatókra. A felvételivel kapcsolatos legfontosabb információk április közepétől lesznek elérhetők az MCC honlapján.